Sopron megyei jogú város közgyűlése Pro Urbe Sopron díjat adományozott dr. Józan Tibornak, a Soproni Városszépítő Egyesület elnökének a hűségnapi ünnepségen. A hét témája rovatunkban most a kitüntetettel láthatnak beszélgetést. Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Vendégem pedig dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke, és most tulajdonképpen nem is ebben a tisztségében köszönteném, hanem a Pro Urbe Sopron díj kitüntetettje, és ehhez gratulálok is önnek. Köszönöm szépen. Ugye gyorsan elmondom nézőinknek, hogy a Pro Urbe Sopron díj azon magánszemélyeknek adományozható, aki Sopron városáért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért maradandót alkotott, életútja, életpályája méltó tiszteletet váltott ki, illetve jelentős tevékenységet folytatott. Én azt hiszem, hogy itt tényleg ön az, aki mindennek megfelel, és most nem akarok igazából udvarolni, de tényleg az az életpálya, amit én most itt átnéztem, ez erről árulkodik. Kit is tisztelhetünk tulajdonképpen dr. Józan Tiborban? Ez egy fontos kérdés, mi mindig csak szolgálati dolgokról beszélgettünk eddig, most viszont szeretnénk megismerni az embert. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, és engem is nagyon meglepett és nagy megtiszteltetésnek vettem az elismerést, és magam is hát elég sokat, még ma is gondolkodom azon, hogy vajon mivel érdemeltem ki. A méltatásból sok minden kiderült, számomra is egy nagyon aktuális összefoglaló kerekedett ki. Nekem, aki nem Sopronba születtem, csak a gyerekeim születtek Sopronba, én magam Tolna megyéből, egy kisközségből, Györkönyből származom. Rövid az életrajzom, mert onnan az ott elvégzett általános iskola után Pécsre kerültem. Ez már tudatos dolog volt, a szülők is segítettek benne. Nyelv tanulás szempontjából a német anyanyelvi gimnázium hallgatója, tanulója lettem. Érettségi után a Közgazdaságtudományi Egyetemre felvételiztem, Budapestre kerültem, azt elvégeztem, és 69-ben, már több mint 50 éve megérkeztem Sopronba. Majdnem azt mondhatnám, hogy egy picit előzött csak meg engem az, amikor Sopron nyitott az ország felé, hiszen 69 májusában szűnt meg a határsáv, és hát voltak azért még szigorú területek a határ közel, a Fertőtó például, de mi már akkor ide a városba az első látogatásunkat szabadon tettük meg, és azt kell mondjam, hogy igen szerencsés volt addigi pályafutásom is, mármint a tanulmányok folytatásával, a nyelvtanulás lehetőségével, és szerencsés volt az a véletlen, ami Sopronba elvezetett. Még az egyetemen kerestek meg bennünket, hogy a Győr-Sopron Ebenfurti Vasút diplomás nyelvet tudó munkatársakat keres frissíteni az utánpótlást, szakmai alapokat teremtve további elképzelések megvalósításához. És hát ebbe a körbe belefértem többekkel együtt. Csoport és tanulótársaim voltak, Berényi János például, dr. Mihola Gyula, a feleségem, akit már az egyetemről ismertem, és akkor már együtt jöttünk, még nem férj, mint feleség, hanem mint egy pár. És hát jöttek még mások is, Siklós Csaba közlekedési miniszter úr, egy pár hónappal utánunk, illetve Fehérvári László, ő pedig egy pár hónappal megelőzött bennünket, egy évvel előttünk végzett. Azért sorolom őket, mert mindannyian ugye a Gyesevnél vezetőállást töltöttek be. Ezt a vezetőállást tölthettem be velük együtt én is, amikor a vasútigazgatóság vezetője lettem, vagy amikor vezérigazgató helyettesi kinevezést kaptam. Szerencsésnek mondtam magam, szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy olyan időben jöttem a városba, ahol a nyitást követő mozgalom az tetten érhető volt. Többek, így a Gyesev vezetése, vállalat vezetése is az új gondolatoknak híve volt. Az akkori új mechanizmus szele eljutott idáig is, és hát új tevékenységek indításával
próbálkozott a gyesev is, amiből megmaradt nem egy, de éppenséggel a szálloda még ma is áll. Az idegenforgalmi tevékenység az egy kicsit alábbhagyott, illetve beépült a szállodába, de szállítmányozástól kezdve kombinált fuvarozási feladatokon keresztül egy csomó dolgot megvalósíthattunk, és amikor idejöttünk, akkor még gőzvontatású volt a vasút, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor már a két áramrendszerű villanymozdony vontatta a szerelvényeket. Utazhattam később nyugdíjas éveim után azzal a szerelvényel, aminek a kiválasztásánál megint a szerencse, ott lehettem, amikor a Stadler többek bemutatták, de a Stadler bemutatta sajátját, és a választásunk arra esett. Ennyit röviden. Igen, és akkor, ha ezt jól értelmezem, akkor a gyesev volt az első és egyben utolsó munkahely is. Egyetlen munkahely, igen, a hűség megjelent itt te tekintetben is, mint ahogy a házasságomban is. Nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek, hiszen az, hogy az aktív pályám során lehetővé tette azt, hogy szabadon mozogjak, illetve hogy többet vállaljak, mint egy átlagember, vagy éppenséggel a szabadidőnk egy részét közösségi feladatokra áldozhattam. Ehhez kellett az a háttér, amivel ő volt a segítő partnerem. És a másik pedig tulajdonképpen az, hogy még az aktív koromban megtalált a város is. A Soproni Rotary Klub tagjai sorába választottak, beléphettem, és hát ott is eljutottam a legmagasabb pontig, tehát elnöke lehettem egy éven keresztül ennek a nemes társaságnak. Ott azon a területen is szabad teret kaptam, lehetőségeket ragadtam meg, és a csapattal kapcsolatépítéseket, itt emlékszem a német rotaris kapcsolatokra, olyan közös rotaris projekteket fogtunk, ragadtunk meg, amelyekkel városi közösségeknek tudtunk segíteni, olyanoknak, akiknek ez a segítség nagyon jókor jött és jól jött. Gondolok itt a Siketek iskolájának, Tóth iskolának a hallásvizsgáló helyiségére, gondolhatok a Kozmuca iskolának foglalkoztató és nevelő és szakmai képzést is adó iskolának, ahova eszközöket szereztünk be közösen nagy projekteken keresztül. És hát ennek is az elismerése megérkezett, amikor leköszönő elnökként megkaptam az egyik legmagasabb rotari elismerést. És ugye én itt látok egy Magyar Köztársasági Érdemrend kis kereszt kitüntetést is, amit még 96-ban kapott. Igen, ez egy nagyon... munkájához tartozik, ugye? Nagyon váratlan és meglepő esemény volt. Valóban a szakmai munka elismerésének nálam a csúcsa. Hálás is voltam, meg is emlékeztem munkatársaimról, a kollektíváról, hiszen éppen akkor voltam az igazgatóság, vasútigazgatóság vezetője, közel 2000 embernek munkáltatója. Hát nem magamban természetesen, de a közvetlen munkáltatói jogok gyakorlója én voltam, tehát a felvételtől a dicséretig, a megfenyítésig, az összes ilyen munkaügyi dolog, a tárgyalása az érdekképviseletekkel, 90-es évek szakszervezeti mozgalmak, sztrájk mozgalmak, és ez volt a gyesev átmenet, az az egyetlen luk, ahol az érdekképviselettel el tudtuk fogadtatni azt, hogy milyen fontos a vasútnak, bizonyos szolgáltatásoknak a fenntartása, megbízható, garantált elvégzése, és többek között az Audi vonatok bonyolítása abban az időben kizárólag a mi vonalainkon ment. Én azt hiszem, hogy ez egy szép pálya volt, és ebben az elismerésben mondhatom, hogy elégedett lehetek.
És ami számomra egyébként mindig is csodálattal bírt, az a munkabírás, amit a civil életben tesz nap mint nap. És akkor ugye már említettük a beszélgetés elején, hogy ön a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. Most már hány éve is? 15. éve. 15. ugye? Na azért mondom, hogy nagyon régen, és emellett még számos olyan dologban részt vett, és valószínűleg még részt vesz most is, amely Sopron életét, mindennapjait szolgálja. Hogy lehet ezt így egyébként nap mint nap, napról napra megélni? Igen, amikor visszagondoltam, mi mindennek tudható be a jelölésem, és aztán a kitüntetés, akkor ezek mind eszembe jutottak, és először én is azon gondolkodtam, tehát, hogy lehetett ezt mind megcsinálni. Én azt hiszem, hogy egy magyarázat azért van, és én ezt el is fogadom tőlem, hogy engem érdekelt a közösségi élet. Kisdiákkoromtól, középiskolás koromban, egyetemi éveim során, és itt, amikor a városba érkeztem is. Hát hiszen a nemzetközi kapcsolatunk nagyon szerteágazó volt a vasútnál, és amikor hozzánk érkeztek partnerek, azok nem egy-két órára jöttek, hanem akkor a napot, vagy talán egy éjszakával egybekötve egy estét is itt töltöttek, és ott a tárgyaláson túlmenően alkalom volt arra, hogy átadjak abból valamit, amit én is kaptam, mégpedig a város szeretetét, a város szépségeinek és környezetének bemutatását, és ezzel töltöttük ki a gasztronómiai érdekességek és ízek mellett a helyi borok segítségével a szabad időt, ha szabad ezt így mondani, és pedig olyan mestertől tanulva, akit azt hiszem, hogy nem csak Sopronba, de országszerte is ismertek, Friedrich Karibácsit, hiszen ahogy jeleztem, az idegenforgalmi tevékenységgel ő, mint szakember érkezett a vasúthoz, és számtalan város vezetésén vehettem részt, és tényleg lestem, nyeltem a szavát, és ebből is igyekeztem átadni, amit lehet a hozzám érkező ügyfeleknek. És ugye nagyon fontos tudni, hogy a jelen pillanatban is aktívan részt vesz az önkormányzat döntés előkészítő munkájában, és mondhatnám, hogy vigyáz az értékekre, és segíti az új dolgok beillesztését ebbe a szép kis ékszerdobozba, amiben élünk. Hát igen, ez így gyönyörűen hangzik, az elnöknek ez a feladata, de nem lennének segítői, akkor nem tudná ezt csinálni. Tehát a város értékeinek védelmét különböző csoportokra osztottuk, erről már többször beszámoltam. Hát így az építethez az építészek segítségét veszem igénybe. Éppen most is van egy pályázat, ami a 84-es út Sopron felé bejáratához készülő körforgalomhoz tervez egy emblematikus szimbólumot, egy jelet, ami megkapja, megragadja az idei beérkező, Sopronba érkező vendégnek a figyelmét. Hát hasonlóan, mint a körforgalmakban egyébként elhelyezett látnivalók is ezt szolgálják. Hát ez volt, amit kértem az építésztársadalomtól, hogy gondolkodjanak, segítsenek, de egyéni ötletek is jöhetnek ehhez. Csak a megvalósítást kell majd szakmailag alátámasztani. Igen, ezek jönnek nap mint nap, ezek a feladatok, megkeresnek. Meg lehet, hogy ez is talán egy magyarázata, vagy nyitja a titoknak, hogy megszólítanak az emberek, tehát meghallgatom őket. Erre utóbb jövök csak rá, tehát Ez nem is tudatos, ahogy jeleztem, ez mint bennem van. Ezzel születtem, ez ilyen környezetben nőttem fel, ilyen hatások értek, és ezt tudom visszaadni. És mivel foglalkozik szabad idejében, ha van egyáltalán? Hát a szabad időt azt mindezekre értem. Hát nyilván a kertem gondozása, ápolása, 2000 négyzetméteren gyümölcsfák vannak, több-kevesebb sikerrel birkózom az éghajlatváltozással és az egyéb károsító körülmények leküzdésével, és hát igyekszem én is a környezetet tudatosan védeni ezen a területen is a magam módján. Szerintem még hosszasan elbeszélgethetünk, de lejárt a műsoridőnk. Dr. Józan Tibornak még egyszer is gratulálok a Pro Urbe Sopron díjhoz, és jó egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm.
Kedves nézőink, ez volt a hét témája, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Rejter Borászat.